Megújult külsővel várja a hívőket a Dombovári Evangélikus Egyház temploma. A felújításra Magyarország kormánya biztosított 15 millió forintot, mondta el Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője a hálaadó istentisztelet alkalmával. Az elmúlt időszakban Kárpát-medencében kb. 3000 templomot, egyházi közösségi teret tudtunk felújítani. Ezek közül 200 új templomot sikerült építeni, és az én körzetemben is megújultak a templomok, legyenek ezek akár katolikusok, reformátusok vagy evangélikus templomok. Nemrégiben egy hasonló evangélikus templom felújításának átadásán lehetünk közösen a püspökúrral, mégpedig Kismányokon, és most pedig Dombováron. A Dombovári Evangélikus templom felújítását adhatjuk át ünnepélyes keretek között. Ez nem csak a gyülekezetnek nagy öröm, hanem minden dombovári és itt élő embernek. Úgyhogy örülök ezeknek a sikereknek, remélem, hogy a következő időszakban is tudjuk folytatni ezeket a munkákat. A felújítás során megújult a templomtorony tetőszerkezete és homlokzata, továbbá újra festették az épület külső falait is. Kondor Péter, a déli evangélikus egyházkerület püspöke hangsúlyozta, hogy a nagyobb felújítási munkákat nem tudnák kormányzati segítség nélkül megvalósítani. Nagyon sokféle templom van az evangélikus egyháznak. Értem ez alatt azt, hogy az egészen kicsi kápolnáktól, pici templomépületektől az egészen nagy templom, mint a Békés Csabai nagy templom épülete. Ezeknek a fenntartási költsége nem összehasonlítható, de természetesen az alaphelyzet mindig az, hogy a helyi gyülekezet, azok, akik a településen születtek, élnek, ott keresztelkedtek, ott nőttek fel, magukénak érzik ezt az épületet, az ő adakozásukból van a tulajdonképpen minden éves karbantartás, amikor egy kicsit alul esetleg meszelni kell, ha felvizesedik, ugye nagyon sok épület küzd Magyarországon ezzel a problémával, hogyha az ereszsel valami gond van, akkor ezeket megoldják helyi mesterek és helyi adakozás segítségével. De minél nagyobb egy épület, ugye a mai költségeket mindenki ismeri már, a kedves nézők is, tudják, hogy ezek szinte elérhetetlen árak már, amennyiben egy egészen nagy templom tatarozása kerül, ez olykor sajnos a milliárdos költséget is elérheti. Ezekre már sokkal nagyobb összefogásra van szükség. A Dombovári Evangélikus templom felújítása kapcsán is kormányzati forrásra volt szükség ahhoz, hogy a mostani állapotát elnyerhesse az épület. Úgy is mondhatnám, hogy nálunk mindig többszörös ünnep van, mert minden vasárnap ünnep, Krisztus feltámadásának az ünnepe minden vasárnap az egyházban. Azon túl most advent harmadik vasárnapja van, egészen különleges a karácsonyi várakozás, itt mögöttem is jönnek, mennek a gyerekek közben, hiszen mindenkit elvarázsol már karácsonynak az öröme, és most egy külön hálaadás is van a szívünkben, amikor hálát adunk Istennek ezért az ajándékért, hogy sok imádság és sok munka után egy ilyen megújult szép épületben ünnepelhetünk. A helyi hívő közösség számára igazi öröm, hogy a templom teljesen megújult külsővel köszönti az istentiszteletre érkezőket. A templomunk tornya, sisak volt nagyon rossz állapotban már, illetve a templomunkra kívülről is ráfért egy festési munkálat, javítási munkálat, és nagy örömünkre szolgál, hogy Magyarország kormányának a támogatásával, 15 millió forintos támogatásával mindez megvalósulhatott, megszépült a templomunk. Mindig van valamilyen dolog, ami eszünkbe jut a templomról, a padfűtés megújítására is szükség van, illetve most egy nagy-nagy örömünk van, hogy itt Dombováron szeptember 1-től az egyik általános iskola már evangélikus általános iskolaként működik, és emiatt most megnőtt a létszámunk az istentiszteleteken, és ezért a hangosításra, kivetítésre és hasonlókra szeretnénk majd nagyobb figyelmet fordítani, illetve ezek állnak még előttünk. Már elkezdtük a fejlesztéseket, mert ez egy örömteli dolog, és bízunk benne, hogy a szépen sorban mindenre majd sor kerül, ami szükséges. Az istentisztelet alkalmával Kondor Péter ige hirdetését hallgathatták meg a dombovári felújított evangélikus templomban összegyűltek, amelyet egy szeretett vendégség követett.